Sziasztok, én Lille vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. Most egy olyan vloggal jöttem, ami valószínűleg 2 napos lesz. Úgy terveztem, hogy most ma van csütörtök, tehát csütörtök és péntek fogok vlogolni, és tudjátok, hogy milyen hétvége lesz most. Most lesz a magyar bajnokság, és annyira durva, hogy az előző videóimban mindig így számoltam, és hogy úristen, már csak 3 hét, úristen, már csak 2 hét, már csak 1 hét, és itt vagyunk, és most már csak 2 nap, és nagyon izgatott vagyok. És meg szeretném mutatni a folyamatokat, ahogy ugye úgymond az ilyen utolsó simításokat csináljuk, a versenyről külön vlog lesz valószínűleg. Ma október 17-e van, tegnap lett megvonva a show, tehát itt most el szeretnék oszlatni minden tévhitet, hogy ilyenkor már nem iszik az ember egyáltalán, meg nem sózik. Egyébként ez is mindenkinél teljesen más, és egyéni, és mindenkinek más az étrendje, illetve amiket itt mutatok, hogy mit eszek. Azt ne csináljátok a hétköznapokban, ugyanis ez egy versenydiéta. És ennyi. Nem fogok magyarázkodni, nem vállalok senkiért se felelősséget. A lényeg, hogy légy ne, mert ez egy úgymond átlag testnek nem egy hagyományos, mindennapi, hétköznapi diéta, úgyhogy nem lenne egészséges, de egyébként így versenyre egyáltalán nem ártalmas, tehát nem mondja senki, hogy ez nem egészséges, mert tudjuk a dolgunkat, hogy mit csinálunk, nem is erről szeretnék beszélni, csak meg szeretném mutatni, hogy működnek ezek a folyamatok, és hogy még mindig ihatok, és hogy csak tegnap lett elvéve a show. És azért gondoltam, hogy akkor ezt így megmutatom. Igazából a showból eredt a dolog, mert szerintem a show megvonása az a pont, amikor elkezdesz nagyon gyengülni, legalábbis nekem, és szerintem sok más ember számára is. Megvan mondva a show, akkor elkezdesz így ilyen, úristen, ilyen annyira gyenge lenni, hogy így néha nem is tudod, hogy hol van. Ma lesz az utolsó edzésem, ami egy átmozgató edzés, még én sem tudom, hogy pontosan mi lesz benne. Felső test, láb, minden, tulajdonképpen minden lesz benne. Majd abba kitalálja, elmondja, utána még kardiózok egy 3/4 órát, közben leszakad a karom, annyira még a telefonomat is nehéz tartani, úristen. És 10-kor fogunk próbálni, aztán hazajövök, és kell majd tanulnom is, illetve el kell kezdenem pakolni, ugyanis úgy terveztük, hogy holnap fogunk felmenni Pestre délután, ugyanis, mint mondtam, a verseny Pesten lesz. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok most mondani. Most fogom meginni a kávémat, ugyanis hál' Istennek az van, az nincs elvéve. Úgyhogy most meg fogom szépen inni a kávémat tej nélkül. Illetve amit meg szerettem volna még nektek mutatni, ezt fogom enni edzés után. Ez 200 g tilápia és uborka, illetve van itt nekem egy darab sótlan pufi rizsem. Egyébként tegnap voltam körmösnél este, és ilyen, ilyen piros köves lett, igazából ilyen tipikus versenyköröm szerintem, a lábkörmöm pedig ilyen csillogó piros, úgyhogy most így új ember lettem ezektől a dolgoktól. Tényleg egyik este is úgy éreztem, hogy így elkezdtem bőrradírozni, ugyanis a barnítás miatt ilyenkor el kell kezdeni bőrradírozni, és nem szabad tusfürdővel fürdeni, csak szappannal, úgyhogy az nálam tegnap kezdődött el, elkezdtem szappannal fürdeni és bőrradírozni, és ilyenkor minden fürdés után ilyen új megtisztult embernek érzem magam, és esküszöm, annyira jó. És most pedig indulás a terembe ezzel a csodálatos nagy táskával, amit konkrétan alig bírok el jelen állapotomba, de egyébként most busszal megyek, mert az utóbbi időben cipelték a senkem. És most kénytelen vagyok busszal menni, úgyhogy... We'll be right back.
haza, és pontosan így érzem magam, ahogy most így kinézek. Meg volt az utolsó átmozgató edzés, volt egy kis váll, egy kis hát, egy kis triceps, biceps, és has, és hajlító, aztán még 40 perc kardió. A vicces dolog az, hogy tök szépen kitisztult az utóbbi időbe a bőröm. Erre most jönnek ki ezek a gyönyörű pattanások ide az arcomra, a számra, a homlokomra, konkrétan az egész fejemre. Mindegy. Marakok valami arcmaszkot szerintem, hogy kicsit csökkentsük a problémákat, illetve megteszek mindent, hogy ezek így fitsúgy eltűnjenek. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, meg volt az első kajám, amit reggel mutattam, azt edzés után ettem. Vízbevitel pedig 3 liter ma, tehát 2,5 literes vizet ihatok meg, holnap pedig valószínűleg már csak egy üveggel, ami ugye 1,5 liter, aztán utána verseny szombaton, amikor már tényleg csak kortyolgatás lesz, de az már a következő vlog lesz, a versenyes vlog. A terveim a mai napra pihenés, mert nincs erőm, és ilyenkor pihenni kell. Illetve elkezdek majd szerintem bepakolni a versenyre, amiben beavatlak titeket, ha minden jól megy. Aztán... nem tudom. Kéne tanulnom főcire, mert hétfőn írunk tézét, illetve hétfőre kéne tanulnom, mert holnap már 100%, hogy nem fogok, és hát vasárnap valamennyit majd mindenképp kell, de hát jó lenne a hétvégét így szabadon hagyni. Most szerintem csinálok egy kávét, mert úgy érzem, hogy nagyon nincs erőm, és arra nagyon nagy szükségem lenne most, úgyhogy ez várható a mai napra. Illetve megpróbálok majd valamit kezdeni az arcommal is. Ja. Kész a kávém. Amiről még akartam beszélni, vagy így megemlíteni, hogy tegnap olvastam az egyik fitnessmodellnek egy posztját, amiben azt írta, hogy sokan kérdezik, hogy miért éri meg úgymond több hónapot szenvedni, készülni egy versenyre, és fent állsz körülbelül olyan, hát maximum 5-10 percet a színpadon, de szerintem az a 10 perc, azzal már nagyon sokat mondok. És hogy miért éri meg? Mert megéri. Valakinek megéri, valakinek nem. Nekem megéri, és mindenképp csak akkor csinálja az ember, hogyha megéri. És pont ott a végén volt egy olyan, nagyon sok mindenre egyébként megtanít ez a folyamat. Megismered önmagadat, a határaidat, így a gondolkodásod is kiegyensúlyozottabb lesz, megerősödsz, testileg, lelkileg, minden szempontból tényleg. Illetve ott volt egy olyan, amire annyira ráismertem, és gondoltam, hogy ezt most megosztom veletek. Megtanít értékelni az amúgy természetes dolgokat, mert amúgy teljesen természetes, hogy vizet iszol, fűszerezed a kaját, sózod a kaját, és itt a végén jössz rá, hogy tényleg amúgy nekem például nem volt már egy jó ideje zabom, proteínes zabom, és nekem konkrétan az a kedvenc kajám. Tudjátok, hogy mennyire szeretem, és a nagyon régóta nem volt, és most már nagyon hiányzik. És most már a rizs is hiányzik, mert az sincs egy ideje, csak pufi rizs. És tényleg megtanít értékelni az ilyen alapdolgokat. Most ugye óvatosabban kell innom, mert csak 2 vizem van, úgyhogy azt be kell osztanom szépen, hogy ne maradjak szomjan az este folyamán. Megtanít értékelni a vizet. A kávét mondjuk azt világéletemben értékeltem, de ilyenkor a kávé az egy olyan egy segítő eszköz, amikor éhes vagy. Nem is az, hogy éhes. Vagy éhes vagy, vagy nem, de mondjuk úgy ennél, mert ilyenkor szerintem már folyamatosan enne az ember. Szóval a kávé ez egy hatalmas életmentő, és nagyon hálás vagyok a kávéért. Ilyenkor, amikor el van véve a súly, ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyire fontos amúgy, mint abban a népmesébe vagy mesébe, amikor a király megkérdezi a lányait. Pont ezt mondtam tegnap a Lilláéknak, néztek rám, hogy Jézusom, te ezen gondolkodsz?
Ha van az a mese, amiben a király megkérdezi a lányait, hogy mennyire szeretik, és az egyik azt mondja, hogy annyira, mint a sót, blablabla. Na hát igen, a só az egy nagyon fontos része az ember életének, komolyan mondom, és tényleg ilyenkor értékelődik át bennem minden. Úgyhogy igen, hát a fejemmel sürgősen valamit kezdenem kell, mert ebbe a film még jobban látszanak azok a pattanások. Mi az Isten? Legutóbb, amikor kozmetikus kezelés után a pattanások hegei megmaradtak az arcomon, akkor ami nekem nagyon segített, az ez a Bioptron, igen, Bioptron lámpa. Nekünk ez már nagyon-nagyon régóta megvan, és ennyi tulajdonképpen, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy hallottatok-e már róla, de most megpróbálom a pattanásaimat kicsit meglámpázni vele, hát ha segít. Igazából veszíteni nagyon nem tudok vele, maximum hamarabb elmúlik. Elvileg le fogja szárítani, és hát remélem, hogy nem fog kisebesedni tőle, hogy nem úgy szárítja le. Minden esetre reménykedjünk a legjobbakban. Na, egy pár órával később vagyunk, 4 óra múlt 10 perce, és tanultam egy másfél-két órát főcit, úgyhogy annak nagyjából most a fele megvan, de tudja, hogy vasárnapra még marad, csak egyszerűen úgy érzem, hogy elolvasok egy mondatot, és nem fogja fel az agyam. Így teljesen le van lassulva, így leblokkol, és így kész. Kanyi-munyi. Nem működik az agyam. Szóval ez van most. Egyébként ez az egyik oka, amiért nem vagyok ma suliba, meg holnap se. A másik pedig ugye úgymond az ilyen testi gyengeség, amikor nincs az embernek már ereje. Úgyhogy ilyenkor feltett lábakkal kell pihenni. Mint látjátok, feldobtam egy arcmaszkot, illetve sikerült kinyomnom, mert besárgult ez a pattanás. Lehet, hogy attól a Bioptron lámpától. Nem tudom, hogy mitől. A lényeg az, hogy besárgult, és ki tudtam nyomni, úgyhogy most majd, hogyha lemostam az arcmaszkot, akkor le is kezelem azt a pattanást, illetve a többit is. Elmentem tusolni, hogy tudjak bőrradírozni, tudjátok, szappanos fürdés és bőrradírozás, és egyébként, ha gondoljátok, akkor most meg is mutatom, hogy milyen bőrradírt használok, és milyen szappant. Nem tudom, hogy ez hány embert érdekel, vagy egyáltalán érdekel valakit, hogy milyen bőrradírt meg szappant használok, de ha igen, akkor tartsatok velem, megmutatom. Őszintén nem tudom, hogy mutassam, már tiszta volt a szappan, és nem is látszik már, hogy milyen, de az Oriflame-ből azt hiszem ez a, nem is tudom, mi a márkája. Komolyan nem tudom, azt tudom, hogy Oriflame-es, és minden katalógusban benne van, úgyhogy ez így néz ki. Bőrradírnak pedig ezt az Organic Shop-os bőrradírt használom, citromfű illatban. És a Muscle Beach előtt, tehát az első versenyem előtt is ezt használtam, csak valami másik illatba, de gondoltam, úgy csunk be. Egyébként kellemes illata van, csak most már mindenről a kaja jut eszembe, és erről nem tudom, hogy normális dolga, de húsleves illat jut róla eszembe. Lehet, velem van a baj. Muscle-ból pedig a szokásos Oriflame-es Pure Skin Arc Maskot használtam, ami miteszerekre és pattanásokra jó, most már egy jó ideje használom ezt, és hogyha néha így kibottak a bőröm, akkor általában segíteni szokott, úgyhogy remélem, hogy ez most sem lesz másképp. És tulajdonképpen ennyi, amit most tudtam információval szolgálni. Nem sokára jön a harmadik étkezésem, ami tilápia lesz uborkával, de most már nem lesz pufi. Sziasztok, jó reggelt, másnap van, és mint láttátok, már beágyaztam, most elkészültem, konkrétan az első ruhadarabokat, amiket megtaláltam, csak felkaptam, és gondoltam, hogy amíg összekészítem a reggelimet, ami tilápia lesz, szóval a szokásos kis menüm, addig beszámolok esetleg kicsit arról, hogy érzem magamat jelen pillanatban, illetve egyéb ilyesmi. Itt a mérleg. Shit, tilápia.
meg volt már a reggeli bőrápolási rutinom, még egyelőre küzdök, hogy a bőrömet helyreállítsam, úgyhogy remélem, hogy idővel jobb lesz. Az az érdekes, hogy a Muscle Beach napján, reggel, a verseny napján 48,6 kiló voltam. Egyébként minden reggel meg kell magam mérnem, tehát minden reggel méreckedek, és akkor fel kell írni, hogy hogy változik a súlyom. Ma reggel pedig 47,9. Nagyon régóta nem voltam már, úgymond ilyen kevés kiló. Úgyhogy igen, mára ez az egy drágaság van. Igen. Tegnap este voltam még kozmetikusnál kiszedetni a szemöldökömet, gyors átugrottunk, úgyhogy az is megvan. Szóval ma következik a szépítkezés, mint például fodrász, szörtelenítés, az. Oda nem megyek, azt itthon csinálom. Még pakolnom is kell a maradék dolgot, amit nem raktam még el, illetve majd mutatok egy-két dolgot, és ezt nézzétek. Szóval az egyik kedvenc sütim, a zappelyhes süti, és anya már itt előkészítette, és úristen, imádom. Ez úgymond az ilyen kedvenc egészséges sütim, és ezt fogom menni verseny után, és nagyon izgatott vagyok, és nagyon jó illata van, és legszívesebben már most felzabálnám az egész tepsire. És van az úgynevezett reggelim, illetve a kávém, ami mondjuk tényleg olyan reggeli kinézetű, de egyébként nem tudjátok elképzelni, hogy ilyenkor az ember mennyire értékeli a kaját, és akármit kap, az tökéletes, és egyszerűen imádom a tilápiát. Na, emberek! Egy jó pár órája jelentkeztem be utoljára, de akkor a kapkodásban voltam egész délelőtt, reggel még az orvosnál egy papírt el kellett intéznem, úristen, mint egy ilyen fontos ember lenni. Aztán utána rohantam haza, hajat mostam, aztán igazából rájöttem, hogy fölösleges volt, mert most, mint látjátok, végeztem a fodrásznál, és itt még egyszer megmostuk, úgyhogy nem is kellett volna. Aztán elkezdtem pár szépségápolási dolgot, de nem tudtam befejezni. Természetesen olyan ügyes voltam, hogy a sarkamat azt szétvágtam, szokásom szerint. Úgyhogy valahogy a délelőtt folyamán semmi nem akart összejönni, de most már talán nyugisabb lesz a dolog, és most már talán minden sikerülni fog, és menni fog. Teljesen kizárt. És most már akkor 11-11. Kívánjuk, hogy minden jó legyen, és minden sikerüljön, és minden simán menjen. Hazamegyek most, és eszek, mert most már ennem kellett volna. Aztán utána folytatjuk a szépségápolási dolgokat, aztán utána velem tarthattok a maradék pakolási folyamatoknál, ugyanis tegnap már a nagyját összepakoltam, amit nem mutattam meg, mert gyenge voltam, és lusta voltam vlogolni, ne haragudjatok. Ja, ez várható, és anyáik kettőig dolgoznak, gyertek, hogy vagytok. És utána indulunk Pestre, úgyhogy tartsatok velem továbbra is. Azt elfelejtettem említeni, hogy csináltunk egy utolsó csekkolást. A pap vélemény... Nem állunk rosszul. De most engedték le ezt a tetves sorompót. Úgy látszik, mégse sikerül, van minden olyan simán. Istenem, miért van ez? Ha a holnapi nap is ilyen lesz, akkor megörülök. Nem, jó lesz. Jó lesz. Pozitivitás. Jó lesz. Holnap minden jó lesz. Holnap minden tökéletes lesz. Pedig én ma olyan pozitívan keltem fel. És ma engedünk be. Ezért engedünk be megmegyet. Napfényt. Szabadság. Roppant a könyököm. Szóval a lényeg az, hogy volt utolsó csekkolás, és... Nem olyan rossz a bőr. Nem rossz. Nem rossz. Alakul a molekula. Alakul a csájék. Alakul. Fel van. Akkor az a lényeg, minden rendben lesz. Jelen pillanatban ülök itt a földön egy ideje, és gondolkodok, hogy mi az a fontos dolog, amit még mindenképpen el kell raknom, ugyanis most éppen a pakolás közepén állok.
Apának van egy bőröngye, anya egy sportáskába pakol, amin osztozni fogunk, ugyanis én a nagy bőröndbe rakom az összes verseny dolgot, ami a verseny napján kell, ugye holnap, és a lényeg az, hogy ide semmi olyat nem akarok rakni, amit nem a versenyen kell kiszednem, úgyhogy mindjárt mutatom, hogy eddig miket raktam el úgy összvisz. Szóval itt a bőrönd, itt egy vastag rózsaszín takaró, ami alatt van egy törölköző, itt van a mamuszom, ebbe a dobozba van a versenybikinim, illetve az ékszerek, itt egy másik papucs, ebben a kis cuccban van a versenycipőm, illetve alatta van az a kis selyemköntös, ott egy pulcsi, hogyha fáznék, illetve hajvasaló, ami mindenképp kelleni fog. Itt van a kamerám és a kamerához tartozó minden létező dolog, amire szükség lehet. Azt még biztos, hogy mondjuk, hogy nem így fogom hagyni, azt csak tegnap este bedobtam. Nem szponzorált tartalom, spáros, pufi rizs, sótlan pufi, erre mindenképp szükség lesz, illetve még lesz több is. Itt van a kis versenyengedélyem, illetve sportorvosi igazolás, amit szerintem kiszedek innen, és átrakok egy másik táskába, ugyanis ez a regisztrációnál szükséges lesz. Illetve itt van egy pár evőeszköz, konkrétan nem pár, mindenféle evőeszköz raktam. Kiskanál, nagykanál, villa és kés, biztosra mentem. Aztán itt a polifom, és itt van ez a kis neszeszer, amivel tettem dezodort, bár nem fogom használni, ugyanis nem lehet, de hogyha vége van a versenynek, esetleg használhatom. Illetve ez is sminklamosó, ha esetleg szükség lenne rá, és van benne vattapamacs, illetve fültisztító pálcika, és hajgumi, és egy kis tükör, és egy pár smink, ha valamilyen oknál fogva szükség lenne rá, nem tudom, vagy hogyha nagyon rosszul néznék ki, verseny után esetleg elkenődne a sminkem, kicsit ki tudjam javítani. Úgyhogy ez itt nagyjából ennyi. Anya tegnap ezzel lepett meg. Ezt hozta nekem, ugyanis a Muscle Beach után ezt ettem, és ez valami isteni finom volt, úgyhogy köszönöm szépen, anya. És itt van még, amit valamelyik előző vlogban, nem tudom melyikbe vettünk a metróba. A belga csoki, úgyhogy ezek lesznek a kis édességeim. Aztán itt van a holnapi outfit, amit fel fogok húzni, ezt majd csak meg akartam mutatni, aztán most majd be fogom tenni ebbe a sportáskába, ebbe benne van anyának már az összes cucca, illetve van itt egy ilyen másik neszeszer, amiből az összes arcápolási dolgot raktam, borotva, tusfürdő, testradír, a szappanom, amit ugye használok, és hát nagyjából el. Úgyhogy most már látjátok, hogy nagyjából megvannak a dolgok, még van egy jó pár dolog, ami kell, elkezdtük összerakni a kajákat, csak anyáik most még visszamentek dolgozni, illetve apa edzeni. Most már azért kezdek izgatott lenni. Nem is izgulni, izgulás még nincs bennem, csak izgatottság. És tudom, hogy nem sokára indulunk, egy, nem tudom, másfél-két óra, és hát, úristen, nagyon durva, most kezd így tudatosulni bennem, hogy eddig keményen dolgoztam és küzdöttem, és hogy itt vagyunk a célegyenesben, és most már mindjárt ott vagyunk a versenyen, mindjárt itt van, holnap verseny, és nagyon durva ezt kimondani, holnap verseny, és holnap ilyenkor már. Nem tudom, hogy mikor leszek színpadon, nem tudok igazából semmit. Azt tudom, hogy 8:15-kor lesz a barnitás, és 9:40-kor pedig a smink, de ezt már a következő vlogban fogjátok majd látni. Úgyhogy, igen, nem tudom, hogy mit akartam még így mutatni, vagy van-e valami, amit tudnék még mutatni, majd később még jövök. Ami még nagyon aranyos, és mindenképp meg akartam mutatni, még jó, és majdnem el is felejtettem megmutatni, az egyik szakácstímes csapattársunk meglepette egy ajándékkal, amit innen is köszönök szépen. Kaptam ilyen fekete ribizlis gyümölcsteát hibiszkusszal, és ezért nem érzem, hogy
csomagoláson keresztül az illetet, de amúgy imádom az ilyen gyümölcsteákat, úgyhogy ez nagyon aranyos. Illetve egy ilyen, szerintem ez valami csoki féleség lehet. Nem tudom, hogy protein csoki, vagy sima csoki, azt nem tudom. Egy pillanat. Mindjárt. Szerintem nem tudom. A lényeg az, hogy valami csoki édes, és az a lényeg. Ilyen bio csokit is kaptam. Ez étcsokoládé bogyós gyümölcsökkel. Gyümölcsös csokit amúgy szeretem, úgyhogy azzal nem lesz gond. Köszönöm szépen, és megcsapott az illata. Nem tudom melyiknek. Nem tudom, megcsapott valami csoki illat. Úristen, most nagyon kívántam a csoki. Sziasztok, már úton vagyunk Pestre. 17 óra 21 van, és most én a negyedik étkezésem. Tilápia, uborka. És most egyébként megálltunk itt egy pihenőhelyen. De nekem igazából nem kell WC-re mennem, mert nincs mit kipisélnem. Egyébként mutatom. Jaj. Próbálom beosztani a vizemet, még így ennyi van belőle mára. És majd, hogy odaértünk a szállásra, akkor jelent. Ideértünk a szállásra, és megtaláltam a helyemet a következő pár órára. Fájgyomrom, nem tudom mitől, fájgyomrom. Ez így nem jó. Valami bevonzom, hogy ne fájjon. Mindjárt csinálok mini room tourt, egyébként ugyanott vagyunk, mint múltkor az egyik vlogban voltunk. Annyi, hogy ez most egy másik szoba, és persze kérdése, és felállok, és megmutatom, hogy... Hóval, itt az ajtó. És ahogy itt bejövünk, itt egy szekrény, innen az ágyról mutatom nektek. Anya, apa, francia ágy, itt van az én ágyam, és itt a fürdő, amit na, nincs rajtva a WC-lőt, gratulálok emberek. És itt vagyok, én a komás lilla tusoló, van itt minden, úgyhogy igen, a múltkori fürdő jobban tetszett, ez full fehér márvány volt a szempont, de nem panaszkodok erre se. Na, sziasztok! Most le szeretném zárni a vlogot. Legutóbb, amikor bejelentkeztem, akkor értünk ide. Azóta elmentünk egyet sétálni, kicsit levegőzni, utána pedig megcsináltuk és előkészítettük a holnapi kaját. Nem az én kajámat, az valószínűleg Puffy Ridge lesz, hanem anyáikét. És aztán visszajöttünk, megcsináltam a kis bőrápolási rutinomat, és most pedig készülünk levegőni, és megpróbálunk most korán elmenni aludni, nem mintha amúgy nem mindig korán mennénk, lényegtelen, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és valószínűleg, hogyha követtek Instán, akkor már ezekről az eseményekről rég értesültetek, és most valószínűleg ti már azt is tudjátok, amikor ezt nézitek, hogy hányadik lettem, követtek Instán, meg hogy mi lett az eredménye a versenynek, úgyhogy ti már előrébb jártok, amikor nézitek, mint én most jelenleg. Találkozunk a következő versenyes vlogban. Puszi, sziasztok!